június 2-án dr. Ortotai Jelemér atya 100. születésnapjára emlékeztek a kerület papjai és a meghívott vendégek. Jelemér atya görögkatolikus papként és hiteles emberként képviselte a hitet abban az időben is, amikor az egyházat üldözték és pusztulására törtek. Az ünnepi szent liturgiában Demkó Ferences peres arról a lángról beszélt, amelyet Jelemér atya a nehéz időkben is őrzött és továbbadott, amikor eljött az ideje. A Szent Liturgia után a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium előtt folytatódott a megemlékezés. Dr. Ortotai Jelemér atya egy személyes teológiai akadémián képzett jelenlévő papokat. Tiszta emlékezéseiben így emlékezik, hogy ma is tele vagyok életkedvel, azt a jó Istenen kívül Beregszásznak köszönhetem. Szabó Konstantin atya, mint tanítómesteréről beszélt, és osztott meg olyan történetet, ami méltán fejezi ki Jelemér atya egyenes jellemét és rendíthetetlenségét. Az első és a legfontosabb tulajdonképpen, és a legutolsónak is mondható, amit szeretnék elmondani, hogy Jelemér bácsi egy hiteles ember volt. Majd világi személyek emlékeztek meg Jelemér atyáról, úgy mint dr. Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc kárpátaljai magyar főiskola rektora, valamint Babják Zoltán, Beregszász polgármestere. Végül Marosi István, a főiskola lelkésze beszélt dr. Ortotai Jelemér örökségéről és a lelkészség további terveiről. A megemlékezés koszorúzásra ért véget, mi alatt az Ungvári Szeminárium növendékei énekükkel kísérték azt.